A NATO és az Európai Unió megerősíti együttműködését, és ennek egyében közös munkacsoportot hoz létre a létfontosságú infrastruktúra védelmére és az ellenálló képesség fokozására az Oroszországból érkező fenyegetésekkel szemben. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az északi áramlat elleni szabotázs akció megmutatta, hogy készen kell állnunk és szembe kell szállnunk ezzel az új típusú fenyegetéssel. Ezért a mai napon EU-NATO munkacsoportot indítunk a kritikus infrastruktúrák védelméért, közölte Ursula von der Leyen. Szeptember végén 4 ponton gázszivárgást fedeztek fel az északi áramlat 2 vezetékén a dániai Bornholm szigeténél. Az incidens követően a NATO megerősítette haditengerészeti járőr tevékenységét a térségben. Partnerségünk, az Európai Unió és a NATO közötti partnerség fontosabb, mint valaha, mert Oroszország brutális ukrajnai inváziója alapvetően megváltoztatta biztonságunkat, fogalmazott Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Az új munkacsoportban a NATO és az Európai Unió biztonsági szakértői együtt dolgoznak az infrastruktúrát fenyegető legnagyobb veszélyek beazonosításán. A két szervezet, amelynek 21 közös tagországa van, szerződést írt alá, hogy partnerségüket a következő szintre emelik.